A tanácskozás fő témája idén is az interkulturalitás volt az oktatás vonatkozásában. A témát több aspektusból dolgozták fel az előadók. Idén a Vajdaságban jelenlévő összes nemzeti kisebbség képviselőjét meghívták az eseményre. Összesen 68-an vettek részt a konferencián, olyan személyek, akik aktív formáló és alakítója tudományos közösségnek. Ez egy olyan téma, amely egy multikulturális közösségben, mint Vajdaság, nagyon fontos. Tehát nem egymás mellett élni, hanem egymással együtt. Öt szekcióban folyt a munka, egyebek mellett magyar, román, ruszin és szlovák nyelven hangzottak el előadások. A nyelvi irodalomtudományi társadalmi szociológiai témakörök mellett pszichológiai vonatkozású kutatásokat is bemutattak. Kutatásaink során azzal foglalkoztunk, hogy például a pozitív mentális egészség a MET teszttel mérve milyen eredményeket mutat, és itt azt találtuk, hogy a különböző pillérek mentén átlagos szintűek vagyunk, például a jólétben vagy az alkotó végrehajtó hatékonyságban, viszont az önreguláció az alacsony szintű. Én Ács Károly műfordítói munkásságáról értekeztem, ugyanis ennek az apropója az volt, hogy 130 évvel ezelőtt, 1894-ben hunyt el Ács Károly műfordító, jogász, nyelvész, néprajzkutató, egy reneszánsz lélek. Erre a konferenciára egy közös munkával neveztünk be Fehér Viktor kollégámmal, és igazából a célunk az, hogy bemutassuk a délvidéki mártírium 1944-től 48-ig internetes weboldalt, illetve azt, ahogyan a múlt reprezentációk ezen a weboldalon megjelennek. A konferencián elhangzott előadásokból tanulmánykötet készül, amely várhatóan a jövő év folyamán lát napvilágot.